Több millió dinárral tartozik az állam a tejtermelő gazdáknak Szerbiában. A 2012-es év végén értékesített tejre a héten talán kifizetik a 7 dináros prémiumot. A tehenek után járó szubvenciókat azonban még mindig nem kapták készhez a gazdák. A probléma azokat érinti, akik 40-től 100 tehenet tenyésztenek. Jószágonként 25 ezer dinárt kellene kapniuk. Ez eddig nem történt meg. Nem csak a vajdasági termelőket érinti, hanem érinti szinte az egész szerbiai termelőket, mert mindazok a termelők, akik 40 tehéntől többet tartanak, azok és se kapta még ezt a támogatást. Egyes hírek szerint ismét útblokádra számíthatunk a következő napokban. Ezt több sajtótermék is lehozta. Kecsenovics János ezzel szemben azt állítja. Először Belgrádba utaznak, és a minisztérium épület előtt bejelentett tüntetést tartanak. Ha ezzel nem érik el a céljukat, csak akkor tárgyalnak majd az ismételt útblokádról. A tavalyihoz hasonló méretű útzárlattól nem kell tartani Szerbiában. A kezdeményezésben ugyanis a kistermelők nem vesznek részt. Ők már megkapták a szubvenciók nagy részét. Az elégedetlenségük az érthető. A módszer egy kicsit furcsa, vagyis hát az az egész, hogy ők azt gondolták, hogy ennek széleskörű támogatottsága lesz. Ez nem így van. Morálisan tök mint valószínű, hogy mindenki támogassa, de nem hiszem, hogy ezek az útzárlatok az évbe fognak következni. Az érintett gazdák háborognak. Elmondták, akár csődközeli helyzetbe is kerülhetnek. Már most is eladósodtak.